rektor urat, tartsa meg a bevezető beszédét. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt akadémia, kedves kollégák! Itt a nagy előadóteremben, a Magyar Tudományos Akadémia székházában és az online térben. Köszöntöm Önöket a Család régészete, hagyományos és új megközelítések című rendezvényen, amely a Magyar Tudomány ünnepéhez kapcsolódó konferencia keretében kerül megrendezésre a Magyar Tudományos Akadémia filozófia és történettudományok osztálya ünnepség sorozatának keretében. Nagyon fontos eseményen veszünk részt, hiszen évről évre megünnepeljük mi régészek a magyar tudomány ünnepét, a magunk szakterületének eredményeinek bemutatásával, mint az Eötvös Loránd Tudomány Egyetemen, amely Régészettudomány Intézetének az előadói, a mai konferencia résztvevői, illetve a Régészeti Intézet munkatársai is évről évre megemlékeznek erről a nagyon fontos eseményről, amely kiállás a tudományos értékek, a tudományos eredmények és a tudományos elvek védelme mellett. Az előadás sorozat ötletét az adta, hogy az Eötvös Loránd Tudomány Egyetem Bölcsészettudományi Kara Régészettudományi Intézetének kutatócsoportja részt vesz az Innovációs és Technológiai Minisztérium által meghirdetett tématerületi kiválósági programban, a Család, Háztartás, Emlékezet a Régészeti Korokban című témában. Az előadás sorozat is ehhez a témához kapcsolódik, hiszen a neolitikumtól a görög-római ókoron át a népvándorláskort és a középkort is beleértve Kárpát-medence területének, illetve Mezopotámia régészetének vonatkozó eredményeit mutatjuk be. A családi élet fizikai és szellemi keretei az ókortól, az őskortól, az ókoron át a középkorig folyamatos átalakuláson mentek keresztül, és ezek régészeti lenyomatai kutathatók. A régészet különböző tudományterületek, így a történelem, az epigráfia, a szociológia, fizikai és kulturális antropológia, molekuláris biológia, izotópkémia multidisziplináris együttműködéssel vizsgálja az egykori családok régészetileg is megragadható nyomait. Alapvető kérdés, hogy kis vagy nagy családokból épültek fel a korabeli közösségek és társadalmak. A családok szerveződése, a társadalom rétegződése a temetők segítségével vizsgálható. Az eltemetett mellé elhelyezett tárgyak összetétele és minősége különböző családi és egyéb társadalmi szerepek reprezentációjára utal, családfőre, katonai közösségre, közösség vezetőjére, vagyonos vagy rangot, méltóságot viselő személyre. A vérrokonsági viszonyok feltárása történhet bioarcheológiai módszerekkel, melynek az alapját a DNS és izotóp vizsgálatok jelentik. A régészeti és biológiai adatok együttes értékelését a régészet új ága, a bioszociális régészet végzi. A családok szerveződése részben megismerhető a háztartások működésének az életmódra, a termelésre, az elosztásra és a reprodukcióra utaló rekonstrukciójával. Az egyháztartásban úgymond együttlakók alkothatnak egy elemi családot, de kiegészülhetnek a közös tevékenységet végző rokonokkal vagy egyéb személyekkel. Az egyének alkotta háztartások a nagyobb közösségek alapegységei, amelyek együttműködésével jön létre a társadalom. A háztartásokról a társadalomban létező idea meghatározza a környező teret, amely emlékeztet a társadalmi szabályok betartására. A család eszméjét az emlékezet tartja fenn, az emlékezet formái pedig az írásos források mellett elsősorban a temetkezéseken és a lakóházakon és egyéb épített térségeken keresztül vizsgálhatók, mivel e közösségi terek az emlékezet legfontosabb helyei. Az Eötvös Loránd Tudományi Egyetem Régészettudományi Intézete kutatócsoportja ezeket a témaköröket új, innovatív, multidisziplináris módszerekkel kívánja kutatni, és az eddigi elért eredményeket a mai előadás sorozatában bemutatni. Szeretnék ezen a helyen is köszönetet mondani a szervezőknek, az előadóknak, a Magyar Tudományos Akadémiának, második osztálynak, filozófia és történettudományok osztályának, hogy befogadták rendezvényünket, és ebben a patinás épületben helyet biztosítottak nekünk. És külön köszönöm Bálint Csanád akadémikusnak, Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjának, illetve Benkő Elek akadémikusnak, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjának, hogy elvállalták a mai konferencia délelőtti, illetve délutáni szekciójának a levelező
vezetését. És most egy kicsit rektori minőségemben, mivel az Eötvös Loránd Tudományegyetem rendezvényéről van szó, szeretném egy apró egyetemi ajándékkal Bálint Csanád akadémikusnak megköszönni a szívességét, hogy elvállalta elegettett felkérésünknek. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és felkérem elnök urat a délelőtti szekció előadásainak a levezetésére. Köszönöm szépen. Köszönöm, rektor úr. Ebéd után még előadóként is fogjuk látni és hallani. Magnifice rektor, tisztelt kollégák, örülök ennek a konferencia témának, és tulajdonképpen érthetetlen is és meglepő is, hogy egyáltalán miért kellett ennek a megrendezésére ennyit várni. Miközben mindnyájan tudjuk azt, hogy a társadalom alapegysége a család. A család működésére, a társadalom működésére, működtetésére szövetkezünk itt mi valamennyien régészek, és lám csak ennyi ideig tartott, hogy ebbe a témába belevágjunk. A tudományban Hiroshima és Nagasaki két nap 300 halott kellett ahhoz, hogy a politika rájöjjön arra, hogy a tudomány felhasználható. Óriási folyamatok zajlottak le a 20. század második felében a tudomány irányításban, és a humántudományokat is sem kerülték el a változások. Divat áramlatok jelentkeztek szinte 10 évente, 50-es években a marxizmus, 60-as években az egzisztencializmus, 70-es években a strukturalizmus, és így tovább. A régészetben, a 80-as években nagyon-nagyon divatos volt a posztprocesszuális archeológia, amire már csak a középgeneráció emlékezik, nemhogy arról, hogy használná. Törekvések persze voltak a család meghatározására a régészetben. Én a magam korszakából a nagy családra, a honfoglaláskori nagy család teóriára emlékeztetek, aminek már a néprajzi, kiindulásul vett néprajzi alapja is eleve elhibázott volt. Aztán tudunk olyan temető elemzésekről, amelyeknél a kutató körzővel határozta meg az összetartozó családoknak a csoportjait. Jócskán kérdést vetett föl mindnyájunknak az, a honfoglaláskori kutatóknak, hogy mit jelenthetett a szakonyi temetőben, néhány talán 5 vagy 6 síros temetőben az az együttes, aminél egy adultuszkorú férfi, egy adultuszkorú nő és egy 20 éves forma nő voltak eltemetve. Lehet csodálatos teóriákat készíteni arról, hogy a 20 éves korú nő a férfinak a fiatalkori felesége volt és korábban meghalt, majd pedig összeházasodott, csak éppen ezt nem tudjuk bizonyítani. És ezért hívom föl mindenki figyelmét arra, hogy a családkutatásában, a régészetben, a régészet számára a legnagyobb segítséget a genetika fogja adni. Mondom én a genetikáról, akiről talán többen tudják, hogy az etikus néptörténeti következtetéseikkel messzemenően szkeptikus vagyok. Ebben az esetben viszont éppenséggel a családkutatásában pedig éppenséggel a döntő szerepet nekik tulajdonítom. Kívánok az IRC programban
résztvevő kutatóinknak jó munkát, és kívánok ennek a konferencia résztvevőinek, előadóinak elsősorban jó munkát és jó előadást, és kérem, hogy hallgassák meg Racki Pál professzornak a közösségi létformák új dimenziói a neolitikus életmód körülményei között című előadása. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt hallgatóság! Az Európai Régészet Tudományos Megalapozottsága szempontjából ma is általánosan elfogadott gyakorlati kiindulási pontnak tekinthető a Christian Jørgensen-Thomsen által 1819-ben kezdeményezett módszertan, amivel a Dániai Nemzeti Múzeumban összegyűjtött történelem előtti tárgyakat rendszerezni igyekezett. Az illető nyersanyagok alapján csoportosított leleteket a kőkor, bronzkor, vaskor egymás követő technológiai rendszerét alapul véve, az emberi múlt mai napig érvényes három korszakos felosztását hozta akkor létre. A tárgyakat a maguk önálló megjelenés formájában szemlélő antikváriusi megközelítés rendszerezési törekvéseinek további finomításával John Lubbock 1865-ben dolgozta ki a korábban egységes kőkor szétválasztásával a paleolitikum és a neolitikum külön-külön tételezett időszakát a pattintott és a csiszolt technológia alapján. Ezzel előállt az a formális keretrendszer, amely az írott történelem előtti történések egymás utánját meghatározta, és amely ezen belül is a neolitikum időszakát a további vizsgálat tárgyává tehette. Az evolúciós gondolat kettős irányzata a Charles Darwini biológiai és a Herbert Spencer féle kulturális-szociális evolúció 19. század közepén megteremtette azt a szemléleti kettősséget, ami a születő régészeti módszertan keretei között egyrészt a tárgyi emlékanyag morfológiai fejlődésében, másrészt a tárgyak mögötti kulturális-szociális formációk változásában megfogható. Ezek összefüggésében különösen nagy hatásúnak bizonyult Lewis Morgan 1877-es munkája The Ancient Society, amiben a vadság, barbárság, civilizáltság egymást követő evolúciós fázisait írta le a társadalmak típusait illetően. Ez a modell meglehetősen mély hatást gyakorolt Engelsre, aki 1884-ben Bernben publikálta a későbbiekben a marxista elméleti irodalom bibliájává vált munkáját, Der Ursprung der Familie des Privateigentums und des Staats, im Anschluss an Lewis Henry Morgans Forschungen. Az alapvetően unilineáris fejlődési koncepció nyugvó kulturális rendszer lényegében egy globális társadalmi formáció elméleti kereteit körvonalazta a 19. század végén, és ez a 20. században a II. Világháború utáni Európa szovjet fennhatóságú területein kizárólagos történeti magyarázó keretté vált, mindez világosan kiolvasható Ág Attila 1973-ban megjelent az őstörténet aktualitása marxista őstörténet elmélet fejlődéséhez című könyvéből. Az európai őségészet számára több szempontból is kulcsfontosságú volt Gordon Child 1929-es könyve, a The Danube in the Prehistory, ebben elsőként fogalmazta meg a régészeti kultúra fogalmát, és lényegileg a tárgyak, objektumok anyagának, formájának, stílusjegyeinek hátterében az azokat előállító emberek szociális tradícióit és magát az emberi csoportokat látta megfoghatónak egy adott földrajzi egységen belül. Robert Bradwood híressé vált megfogalmazásában a rendszer, a régészet akkori fő feladata, to get at the Indian behind the artifact. Ez a szemlélet nyilvánvalóan passzív, visszatükröző szerepre kárhoztatta a régészet tárgyi emlékének együtteseit. Mégis előremutató volt abból a szempontból, hogy a Child-féle régészeti kultúra definíciója a háttérben egyesíteni igyekezett a biológiai evolúció tárgyakra vonatkozó és a kulturális evolúció társadalmi struktúrákat érintő gondolati irányultságait. Mindezeken túl a születő régészeti módszertan meghatározó momentuma volt az is, hogy a régészeti kultúrákat kölcsönösen egyértelműen feleltették meg az etnikus és nyelvi egységeknek. Ezt a nézetet tükrözi Gustav Kossina, Die Indogermanische Frage, Archäologische Beantwortet című 20. század elején munkája is.
E sajátos módszertannak köszönhetően véltek eszközt találni bizonyos régészeti leletegyüttesek földrajzi elmozdulása mögötti emberi mozgásformák rekonstruálására, így a migráció-diffúzió módszertani megközelítésére. Ilyen intellektuális előzmények után Gordon Childe 1936-ban teljesen elméleti alapon vezette be az ember és a környezet viszonyában bekövetkezett elsősorban gazdaság történetének tekintett nagy változást, amit neolitikus forradalomnak nevezett el. Ennek helyét a közel-kelet nagy folyónak áradmányos területeire, a termékeny félhold zónájára tette. Meghatározásának fontos részét képezte az az öt kritérium, aminek együttesében a régészet számára a jelenségek szintjét megfoghatónak, a jelenségek szintjén megfoghatónak gondolta a változások lényegét. A neolitikus életmód megjelenése során bekövetkező, s a népességet, s a közösségi formákat érintő fejleményeket a gazdasági átalakulás következményének tekintette, s így láthatóan a marxista formáció elmélet szemléletét követte, melyben az alapnak tekintett primer anyagiság és a termelési módhoz képest a társadalmi formáció, a vallás a szekunder felépítményként jelent meg. Az anyagi élet újratermelésének és az emberi reprodukció alapjának a családot, mint a legalapvetőbb termelő közösségeknek tekinti. Ugyanakkor a Childe életműve nem túl gyakran idézett 1951-es Social Evolutionből kiderül, hogy ő továbbra is a morgani vadság, barbárság, civilizáció unilineáris evolúciós fogalmi rendszerének keretei között gondolkodott, és a neolitikum élelemtermelő közösségeire nézve a barbárság fejlettségi szintjét tartotta jellemzőnek. Ráadásul pessimista állásfoglalását is gyakran idézték az egykor volt szociopolitikai formációk megismerhetőségével kapcsolatban. We can form no idea at all of the extent of the political units. Mindez nagyon hasonlít Christopher Hawkes 1954-es hagyma modelljéhez, melyben a régészeti következtetések egymás alatti és egyben egyre bizonytalanabbá váló rétegei vannak ábrázolva. Ezek között a két legnehezebben megközelíthető információ éppen az egykori szociopolitikai intézményekre, valamint a vallásos szerveződésre, spirituális életre vonatkozik. Gordon Childe a darwini evolúciós gondolatnak a monogenezisre vonatkozó tételét szem előtt tartva jelölte ki a közel-keletet, Nyugat-Ázsia nagy folyóföldjeit, mint a termékeny félhold kitüntetett területét, melynek környezetében a neolitikus forradalom előzményei után a városi forradalom nagy történeti változása is lezajlottak. És ahol végeredményben a mai világhoz vezető, írott történelemmel rendelkező civilizációk felemelkedtek. Ebben a megközelítésben a paradigmaváltásokkal tagolt evolúciós folyamat keretei között alapvetően a rokonsági alapelveken nyugvó társadalmi berendezkedést, az osztály struktúrát felmutató komplex rendszer váltotta volna fel. A progresszív kelet civilizációs vívmányai diffúzióval, tehát emberi közvetítéssel jutottak el a barbár Európa őskori kultúrájának területére. Mindezt Oscar Montelius nyomán Gordon Childe axiomatikus tömörséggel 5 pontban foglalta össze The Orient and Europe módszertani munkájában. Miközben Childe-nál a közel-kelet és Európa makroszintű őskori kapcsolatai többször is az elemzések központjába kerültek, az egykori szociális háttér részletekbe menő kérdéseit nagy mértékben kerülni látszott. A neolitikus forradalom Childe-i oázis elméleti modelljét ellenőrizve Robert Bradwood az iraki Kurdisztán Zsarmó településének ásatása nyomán először használta a village agriculture kifejezést, ami egyszerre volt szociális és gazdasági terminus technicus, és valamiképpen ezzel az új gondolkodás irányt is megnyitott. Ugyanakkor az 1950-es években az ásatási megfigyelések épített környezete és a mögöttük levő szociális háttér megfeleltetésének módszertani problémáit világosan jelezte a Kathleen Kenyon által városnak kikiáltott Jerikó prekerámiás neolitikum időszakát képviselő és több ezres lélekszámot vélelmezett erődített települése. Mindez mégis ráirányította a figyelmet a közel-kelet első tartós használatú településeire, amelyek egymás feletti rétegei hatalmas dombá, tellé magasodtak.
Ezek a tellek természetes kifejezői voltak egy-egy ott lakó közösség előzményekhez való ragaszkodásának, s a tágabb környezetben kitüntetett szerepet játszó helyszínek egyben az épített emlékmű referenciális szerepét is betöltötték. Az előzőekben csak fő vonásokban összefoglalt kultúrhistóriai megközelítéseket az 1960-as években felváltó processzuális vagy új régészeti paradigma a szociális archeológia tárgyalás módját is érintette. Lewis Binford a tárgyi emlékanyag statikus elemeit működő egységben foglalva, és az egykori élet dinamikájának megközelítésére, rekonstruálására fokozott hangsúlyt helyezett a jelenkori etnológiai megfigyelésekre, a különböző tevékenységi típusok feltérképezésére. Ilyen törekvések nyomán jött létre a Lewis Morgan hármas rendszerét meghaladó, és az őskori társadalmak egykori formációit leírni igyekvő új neo-evolucionista modellek. Ezek közül Morton Fried, Elman Serviz, Marshall Salins a világ különböző földrajzi kontextusaira kiterjesztett etnológiai megfigyeléseken nyugvó kategória rendszerei a legismertebbek, így többek között a horda, a szegmentáris társadalmak, a főnökségek és végül az állam egymásra épülő formációi. Ezeknél világosan látható, hogy az egyes közösségi típusok a makroszociális rendszerek irányából kerültek megközelítése, és így bennük a sajátos deduktív, nomotetikus logikai szemlélet nyilvánul meg. A vonatkozó etnográfiai példák egyre szaporodó száma egyrészt idővel szétfeszítette a különböző rendszerek által nyújtott és univerzálisnak tekintett kereteket, másrészt az is egyértelművé vált, hogy ebben a szemléleti módban az egyén, az egyéni identitások elemi szintje és a mikroléptékben játszott szerepe elfedésre került. Ilyen okok miatt az egyszerű vadászú gyűjtögető, valamint városi létforma közötti társadalmi formációkra nézve egyre gyakrabban használták és használják a middle range society megjelölést. Ez összhangban van azzal a szociológiai megismerési és törvényalkotási módszerrel, amelyet Robert Merton nyomán kidolgozott middle range theory-nak nevezhetjük, ez a középszintű teóriának magyar fordításban. Ebben a szociális interakciókat az alacsony szintű megfigyelési adat értelmezése és a mindent átfogó univerzális nagy teória közötti logikai összefüggésben tekintik és értékelik. Mindezt talán úgy lehet a legegyszerűbben megfogalmazni, hogy a mindenkori szociális közösségek formája, dinamikája, az egyéni interakciók és a nagy léptékű társadalmi folyamatok interferenciájában alakul. A processzuális régészet egyik kiemelkedően fontos tudományos eredményének tartható, hogy a közel-keleti neolitikum kialakulásának újabb magyarázó modelljeiben felismerték a mobilitás változásból, a népesség koncentrációból adódó populációs nyomás aktív, történelem formáló erejét. Az Eszter Bószerop által kezdeményezett modell továbbfejlesztéséből született meg az 1970-es években Albert Ammermann és Luigi Cavalli Sforzának a demográfiai nyomásra épülő új modellje, a Wave of Advance. Az alapötletük a mezőgazdálkodás nyugat-ázsiai kiindulási területein az élelemtermelék és hatékonysága nyománk bekövetkező népesség növekedése épült. E területen a letelepült életmódhoz kötődő körülmények között 5 fő per négyzetkilométer mellett stabilizálódott a népsűrűség szerintük. A további népsűrűség szaporulat a centrumból a perifériák felé történő viszonylag lassú és véletlenszerű elmozdulásokat eredményezett, amelyek az eredője összességében egy radiális irányú, koncentrikus körben terjedő népesség hullámként volt meghatározható. A kalibrált rádiokarbon adatok segítségével tesztelt modell alapján arra a következésre jutottak, hogy a terjedés sebessége átlagosan 1 km per év. Tulajdonképpen ez a haladás hullám idézőjelben az, ami a továbbiakban kiváltotta a Gordon Child féle direkt migráció, illetve a diffúzió kultúrát közvetítő mechanizmusait és konkrét irányait a neolitizáció Európa felé való terjedésével kapcsolatban. Nem véletlen, hogy Colin Renfrew a későbbiekben ezt a demográfiai vivőhullámot tette meg univerzális modelljének alapjául, mely nézete szerint egyszerre szállította, idézőjelben, a neolitikus gazdálkodás ismeretét,
az anatóliai eredetű populáció genetikailag meghatározott csoportjait, és ezzel együtt a proto-indoeurópai nyelvet is Európa felé. A modell egyes részletei a megjelenése óta viták keresztüzében áll, mégis a gondolat sok társtudomány területet érintő logikai íve mindenképp tiszteletre méltó. Az mára bizonyosan állítható, hogy a neolitikus gazdálkodás idegen eredetű embercsoportok közvetítésével, s rájuk jellemző szociális magatartás formákkal együtt a Közel-Kelet felől jutott el Európába, tehát itt a termelő gazdálkodás kialakulása nem autokton folyamat eredményének tartható. A processzuális régészet módszertanát a természettudományok mintájára axiomatikus megalapozottsággal kidolgozó David Clarknak köszönhetjük, hogy az által 1968-ban megalkotott új szociokulturális modellben a szociális formációk és a vallási típust az anyagi kultúrával, a gazdasági rendszerrel, valamint a pszichológiai komponenssel együtt a kultúra többváltozós, dinamikus szerveződésében egy-egy önálló változóként állította be, megszüntetve így a korábbi marxista modell alá- és fölé rendeltségi viszonyait. Ugyanúgy igyekezett a társadalmi követhető hierarchikus rendszer kereteit és belső ugyanúgy igyekezett felépíteni az egyedi tárgyaktól a kulturális tárgy együttesekig, illetve az egyénektől a társadalmakig követhető hierarchikus rendszer kereteit és belső összefüggéseit. Ez a lényegében egy alulról felfelé építkező induktív logikai rendszer dolgozott ki. Mindezen módszertani előrelépés mellett az afrikai bantu kulturális példán keresztül világosan bizonyította, hogy az anyagi kultúra, az etnikus és a nyelvi egység nem feleltethetők meg egymásnak kölcsönösen egyértelműen, és ezzel egy hosszan élő, s Gordon Child által széles körben elterjesztett téveszmére mutatott rá az 1970-es évek elejére. 1972-ben egy korszakos jelentőségi konferencia kötet, a Man, Settlement and Urbanism jelent meg a neolitizáció különböző aspektusait érintő számos kiváló tudományos tanulmánnyal. Ezek között is kiemelkedett Kent Flannery nagy összegzése, melyben a Közel-Kelet és Közép-Amerika falusi településeinek kialakulását, régészeti sajátosságát hasonlította össze. Időközben nyilvánvalóvá vált ugyanis, hogy a neolitikus forradalom átalakulása nem csak a Közel-Keleten, hanem Amerikában is lezajlott, így tehát globális léptékben a kulturális evolúció több centrumú és több fejlődési vonalú változata bizonyult igaznak a korábbi Child-i elképzelésekkel szemben. Kent Flannery a korai falmak esetében a kör alaprajzú épületeket és bennük a kiscsaládi szociális rendszert látta az első időszak jellemzőjének mindkét területen, amire számos példát láthatunk a közel-keleti tel ásatásainak későbbi összefüggésében, így a sikli hűjük teljén is. Nézete szerint ezt követték a négyszögetes alaprajzú házak, amelyek környezetében a nagy családi rendszer vált általánossá. Főként afrikai néprajzi példák alapján úgy ítélte, hogy e folyamattal párhuzamosan a közösségi élelemtárolást felváltotta a családi léptékben megvalósuló gazdálkodás. Kent Flannery vizsgálatai ugyanakkor azt is jelzik, hogy a régészeti érdeklődés léptéke ekkorra a nagy összefüggésektől a mikroszintű történések szintje felé fordult. Ez alapozta meg azt a módszertant, amelyik a régészeti analízis kiindulásának a ház fizikai környezetét és a házhoz tartozó népességet, azaz a háztartást tekintette. Ezekre építve lehet megközelíteni a település egészét, illetve annak teljes szociális közösségét. Ilyen logikai felépítés vált általánossá a régészetben, a települési összefüggések és az egyes aktivitási körökhöz kötődő szociális formációk rekonstrukciójára. A régészet számára a nagy jelentőségének ítélhető Colin Renfrew 1984-es kötete, aminek címe először jelölte meg a régészeti kutatások egyik önálló irányultságát, mint a social archaeology-t. A szerző érdeklődésének középpontjában az egyéni és a társas tevékenységek interakciójában létrejövő különböző léptékű csoportok, az egyén szocializációs folyamata állt a központban, és az, hogy mit jelentett személynek lenni egy adott közösségben. Mindezek mögött
A szociális szereplők közötti akció kommunikáció nyomon követésének igénye jelent meg, amely az ember és ember, valamint ember és tárgyak közötti kognitív viszonyt érintette általánosságban. Ezért vált ez az irányzat a kognitív processzuálisnak nevezett régészeti iskolává Colin Renfrew és Ezra Zubrov kezdeményezésére. A neolitikum kognitív előzményeinél a paleolitikum legfontosabb fejleményét Cliff Gamble abban látta, hogy a személyes kapcsolatok horizontálisan kiterjedtek a mindennapok érintkezését meghaladó távolabbi személyi relációkra, és ugyanúgy az időben korábbi elhalt elődökre is. A szociális élet mindennapi közvetlen környezete így térben és időben jelentősen kitágult. A horizontális térre vonatkozóan Colin Renfrewnál is hangsúlyos vizsgálati irányultság volt a településeken belüli tevékenységi körök által létrehozott közösségek mellett, mik azok a cselekvéstípusok, amelyek kivezettek a települések környezetéből, és transzlokális relációkat hoztak létre. Nem véletlen tehát, hogy a neolitikus falvakkal és a kialakuló városokkal kapcsolatban egyaránt kiemelten tanulmányozta a kereskedelem szerepét a nagyléptékű szociális hálózatok kialakulásában. A szociális relációk időmérségben megvalósuló példájára az 1960-as évekből nagy felületen kutatott neolitikus csatárhelyük települése nyújtott kiváló példákat. Ezekre vonatkozóan Jan Kuit tanulságos modellt dolgozott ki. Az egyes házak elhalálozott tagjainak tetemét első körben a telepen kívülre helyezték el, néha a házba is, és innen a szerves részek lebomlása után bizonyos személyek csontmaradványait bevitték a településen belüli házba, és ott a padló alatt ásták el. Második körben, újabb idő elteltével, több ház közösségének döntése alapján bizonyos személyek maradványait újra kihantolva, azokat egy különleges közösségi épület padlója alá temették, ezeket az épületeket History House-nak nevezi Peter Pels és Jan Hodder. Ezzel még mindig nem volt vége a múltbéli szociális szereplők testének esemény történetének, mert újabb koreográfia keretében megint bizonyos szelekció nyomán néhány esetben eltávolították a koponyákat, és azokat külön deponálták a házakba. Egyébként a Közel-Keleten gyakran az ilyen koponyákat agyak bevonattal látták el, és ezen az egyéni portrékat igyekeztek megformálni. Ilyen módon talán valami különleges közösségi idézőjelben arcképcsarnok került megalkotásra, párhuzamosan azzal, hogy a vázolt eljárással csatárhelyük élő közössége több fázisban az elhalt elődök szociálisan manipulált kisebb közösségeit hozta létre, úgy, hogy közben az emlékezés, emlékeztetés aktusai is megvalósultak. Bizonyos kitüntetett személyek agyagból készített plasztikus ábrázolásával létrehozott két különleges szociális együttes, Ein Gazalban előkerült példája meggyőzően mutatja a közösség alkotás szociális folyamatát és annak különleges megjelenítését. Fontos dimenzióra hívták fel a figyelmet az újabb genetikai vizsgálatok a korai neolitikus házakban fizikailag egymás mellé került csontmaradványokat illetően. Ezek ugyanis a legtöbb esetben nem mutatnak biológiai rokonságra. A település közösségének alakításában tehát sokkal inkább a szociális szabályok egyéb dimenziói voltak a meghatározók. A nagy neolitikus településeken a több ezret is elérő népesség koncentráció olyan skaláris stressznek nevezett belső feszültségeket eredményezett, amely folyamatos feloldásában meghatározó szerepe volt a közösségi rítusoknak. Harvey Whitehouse a rituális cselekmények kétfajta pszichológiai hatással és szociális koreográfiájával jellemezhető típusát rekonstruálta csatárhelyük településének belső fejlődésében. A közösséget egyben tartó egyéb ünnepi cselekmények ellenére sok esetben tapasztalható a neolitikus települések megszűnése, a közösségek szétválása, a népesség szétszóródása, majd más együttesben való újraegyesülése, amit az úgynevezett fission and fusion mozgásforma dinamikájával ír le a szakirodalom. Mindez azt jelenti, hogy a neolitikus települések közösségeinek belső változásai jellemzően nem egyirányú folyamat kereteit körvonalazzák, hanem a több léptékben zajló adaptív ciklus dinamikáját mutatják.
A szociális csoportok változásait vizsgálva Palla Gergely, Barabási Albert, László és Vicsek Tamás igen lényeges eredményre jutottak. A kisszámú csoportok és a nagyobb méretű változatok tartóságát kétfajta belső viselkedési rendszer biztosítja. Így a kisebb csoportok stabilitását a személyekhez kötött hálózat változatlansága garantálja, míg a nagyobb csoportoknál éppen fordítva, azaz az alkotó személyek dinamikus változása nyújt alapot a csoport adaptáció hosszú távú sikerére. Ez utóbbit úgy is lehet értelmezni, mint az egyes személyektől elváló intézményesülő vezetési rendszer érvényesülését. Legvégül szeretném röviden felhívni a figyelmet a szociális régészet lényegére nagy hatást gyakorló szociális agy hipotézise és a Robin Dunbarnak a Homo sapiensre vonatkozó kutatásaira. Nézete szerint az emberi csoportok méretét alapvetően befolyásolja az a képesség, hogy a koherens szociális kapcsolatokat mentális képességeivel mennyiben tudja fenntartani. A csoport méret egy alakuló tényező a főemlősök között a szociális kapcsolatok kezelésének függvényében. A neokortex nagyságát tartja Dunbar felelősnek a csoport formálódásáért, a humán-szociális komplexitás fejlődésért. Mindezen túl a 150-es csoport nagyságot jelölte meg, amin belül az ember a szoros kapcsolatokat ápolni tudja. Az egyes személyek közötti közvetlen kapcsolatok e fölötti száma további szabályozást, manipulációt igényel, a nagyobb csoport kohézióját többek között a játék, a ritus, a zene, a tánc szolgálja megerősítő gyakorlatként. Dunbar statisztikai elemzése szerint a tartós emberi csoportok szokványos szemszerű méretei a kognitív képességek által determinált határozott sorozatot alkotnak. Már oda jutott az elméleti régészet újabb hulláma, hogy az embert és a tárgyakat, valamint magát az élő környezetet is egyetlen együttesben szemlélik. Ebben az újként értelmezett együttesben, szemlicsben az ember nem élvez kitüntetett szerepet. Az emberi tevékenységet eddig csupán visszatükröző passzív szerepű tárgyak az egész rendszert befolyásoló aktív ágensként jelennek meg. Akkor a továbbiakban tehát az emberi környezet szociális kontextusainak szerves részét képezik a tárgyak, innen a Symmetric Archaeology vagy New Social Archaeology megnevezés is. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm Racki professzor előadását, ami az elméleti és tudománytörténeti áttekintés tekintetében a máskorokkal foglalkozó kollégáknak is, régészeknek is tanúságára tud szolgálni. Még hadd mondjam meg a család magántulajdon állam eredetére vonatkozó rövid mondatát az áttekintés az előadásából, hogy mennyire bibliaként, valóban szószoros értelme bibliaként kérték rajtunk számon abban az időben, miközben Európa másik felében, boldogabbik felében pedig láttuk ezt a hihetetlen gazdag elméleti gazdagságot, amit egymás után ők mutattak be régészek és történészek. Hát, itt ebben is megnyilvánult a lemaradásunk. Elfelejtettem a beköszöntésben mondani, hogy kérek mindenkit, hogy az előadásának idejét pontosan tartsa be. Ez tulajdonképpen nagyon egyszerűen betartható, elkerülhető akkor, hogyha az előadásunkat magunknak előzetesen felolvassuk, és akkor ki tudjuk mérni a pontosan az időt. Most pedig fölkérem Andersz Alexandra kolléganőt Kisközösségek a Neolitikumban című előadása megtartására. Tisztelt elnök úr, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves kollégák és mindazok, akik online követik az előadásokat. Hankis Elemér 1981-ben írott munkájában közösségnek az emberek olyan együttesét nevezte, amelyet a következő tényezők kötnek össze. Közös érdek, közös cél, közös értékrend
és a fenti három tényező meglétének tudata, vagy más szóval a mi tudat. Megállapítható, hogy minél több tényező van a négy közül intenzíven jelen egy közösség életében, annál erősebb lesz belső kohéziója, hatékonysága és a külső behatásokkal szembeni ellenálló képessége. Igaz, annál erősebb lesz az önön tagjaira gyakorolt nyomás is, és ez bizonyos fokon túl károssá is válhat. Hank is két fő típusát különíti el a közösségeknek. Vannak közvetlen, és vannak eszmei közösségek. Az előbbi tagjai személyesen ismerik egymást, közvetlen kapcsolatok fűzik össze őket. A társadalmi tér egy jól meghatározható pontján helyezkednek el. Az eszmei közösség tagjai ezzel szemben térben egymástól távol is élhetnek, a közös érdekek, célok, értékek tudata köti össze őket anélkül, hogy személyesen ismerniük kellene egymást, bár lehetnek közöttük ilyen kötelékek is. De nem az együttlét, hanem az együvé tartozás, az összetartozás a lényeges közösségteremtő erő itt. További szociológiai meghatározások szerint a földrajzi tér, és így a földrajzi tér nyújtotta lehetőségek és korlátok is közösség meghatározó erővel bírnak. A természettudományos módszerek fejlődésének és egyre szélesebb körben való alkalmazásával a régészettudományban a kutatások fókuszát kiterjesztette a tárgyi leletek az emberi maradványok mikrorégészetére is. A régészetet hagyományosan a humán és társadalomtudományok közé sorolják a tudományági nomenklatúrák, jól lehet az elmúlt évtizedekben elindult egy a napjainkban is zajló folyamat, melyet Christian Christiansen, tudományterületünk meghatározó képviselője, a régészek harmadik természettudományos forradalmának nevezett nagy hatású tanulmányában. Az első még a 19. században a geológia és a zoológia régészeti bekapcsolását jelentette, a második pedig még a múlt század közepén történt a szénizotópos kor meghatározás térnyerésével. Tehát ezt a harmadik, a régészetnek ezt a harmadik természettudományos forradalmát szerinte a következők jellemzik. A Big Data bevezetése és alkalmazása, a kvantitatív módszerek és a modellezés széleskörű használata, valamint az izotópkémiai információk beépítése és az ősi DNS vizsgálatok. Ezen természettudományos módszerek valamelyikének alkalmazása nélkül ma már szinte elképzelhetetlen sikeresen pályázni tudományos régészeti projektek megvalósítására nemzetközi szinten. Előadásomban a hankisféle közösségek első típusával foglalkozom, azokkal, akik a társadalmi és földrajzi tér egy jól meghatározható pontján helyezkednek el. Példáimat az újkőkor közvetlen közösségeinek életéből vettem, az időszámításunk előtti 8. és 7. évezredből, három különböző helyszínről. Arra a kérdésre keresem a választ, hogy a régészet és az archeogenetika eredményei hogyan segítik egymást a múlt közösségeinek jobb megismerésében, hogyan rekonstruálhatók a kis közösségek, családok működése. Az első, tőlünk térben és időben legtávolabbi példa a Törökország középső részén, Anatóliában található csatahűkre, talán a világ legismertebb neolitikus lelőhelyére vezet, mely 2012 óta szerepel az UNESCO világörökségi listáján is. Erről hallhattak Racki professzor előadásában is az imént. A lelőhely kiemelkedő fontosságú az emberiség korai történetének megértéséhez, kulcsot ad ahhoz, hogy megértsük, milyen volt az áttérés a vadászógyűjtögető életmódról a letelepült, élelemtermelő életre, milyen lehetett az első, szinte városszerű településen az élet. A lelőhely két egymástól elkülönülő halomból, tel vagy törökül hőjük áll. A nagyobbik, a mintegy 13,5 hektár kiterjedésű, 21 méteres rétegsorral rendelkező keleti domb, melyen az élet a Krisztus előtti 7100 és 5900 közé tehető. Virágkorában akár 3500-8000 ember is lakhatott itt. Felfedezése, ahogy említette professzor úr is, 1958-ban történt, és elsőként James Mellart végzett itt feltárásokat 1961 és 65 között.
Az ásatásokat Ian Hodder, a Stanfordi Egyetem professzora kezdte újra 1995-ben, és egészen 2017-ig folytatta megszakítás nélkül. Az elmúlt években a török állam vette át a lelőhely kutatásának irányítását. A Csatályhők Research projekt napjaink legösszetettebb és legátfogóbb régészeti kutatási programja, melyben több mint 20 éve dolgozik együtt 34 különböző szakterület 160 kutatója. Az évtizedek óta folyó kutatásokból tudjuk, hogy a településen szorosan egymás mellé épített házak álltak utcaszerkezet nélkül. Az épületeket kiégetetlen agyagtéglákból rakták, a házakba felülről létrán lehetett bejutni. A berendezéshez lekerekített sarkú emelvények, kemencék tartoztak, falfestmények, agyagplasztikák díszítették a belső falakat. A házakban sokféle tevékenység folyt, mindennapiak és rituálisak egyaránt. Ez utóbbiak közé tartoznak a temetkezések is, melyek első felfedezésük óta Csatályhők kiemelt érdeklődéssel kísért objektumai közé tartoznak. Általában a házak padlója alatt találhatóak, a központi helyiség északi és keleti emelvénye alatt. Számuk változó, elérheti akár a 60-at is az egy épülethez tartozó sírok száma. Nagyon összetett a temetési rítus, melynek része, hogy sokszor manipulálják az eltemetett testeket vagy más csontvázakat. A sírgödröket többször megnyitották, újabb holttestet helyeztek el bennük, vagy a régebbiből kivettek bizonyos csontokat, esetleg a koponyát, és máshova helyezték őket, újra tapasztották, és ismét befették a padlót. Mindez azt jelenti, hogy a halottak haláluk után is a ház részei voltak, az élők és a holtak térben is nagyon közel maradtak egymáshoz, kapcsolatuk folytonos volt, egy közösséget alkottak. A térben egymás mellett például közös sírgödörben eltemetett egyének esetében gyakran fölmerül, hogy családtagok lehettek, a szoros fizikai közelség genetikai kapcsolatot is jelent. Nem volt ez másképp Csatályhők esetében sem, itt is feltételezték, hogy a háztartási közösségek rokoni viszonyokon alapulnak, és az együtt eltemetettek vérségi kapcsolatban álltak egymással. Ezt a feltételezést kívánták bizonyítani természettudományos módszerekkel. Az első vizsgálatok körülbelül 10 évvel ezelőtt a biológiai távolságelemzés statisztikai módszerével történtek. Metrikus és nem metrikus megfigyeléseket végeztek tej és maradó fogakon, hogy az azonos fenotípusba tartoznak-e az egy épületbe eltemetettek. A közeli rokonságban álló egyének között ugyanis sokkal nagyobb a fenotipikus azonosság, mint a nem rokonok között. Az eredmények azt mutatták, hogy az egyházban, sőt a szomszédságban eltemetettek is nagy távolságban álltak egymástól, tehát a vizsgálat alapján nem rokoni alapon szerveződött a közösség. Következő lépésben a közös temetkezések mitokondriális DNS-éből indultak ki, 14 egymás közelében eltemetett egyénből vett mintát vizsgáltak, random vagy shotgun szekvenálás módszerével. Az eredmény ismét meglepő volt, csupán két lányról derült ki, hogy testvérei voltak egymásnak, a többiek nem voltak rokonok. Egy másik, szintén az anyai leszármazást kutató ősi DNS vizsgálatba 37 egyén maradványát vonták be a random és szelektív dúsítási szekvenálási módszerű vizsgálatokba. Közülük 10 egyént még azonos házba is temettek el, de mindegyikőjük különböző mitokondriális haplotípushoz tartozott, azaz különböző anyai felmenőkkel rendelkeztek. Egy másik esetben 4 egyénnél legalább 4 különböző anyai vonal jelent meg egy azonos ház temetkezésében. A jelenség magyarázatára fölmerült a szomszédság intézménye is, azaz az egymás mellett lévő, szorosan egybeépült házak alkottak volna egy szociális egységet. Azonban az itt tanulmányozott egyének olyan házakból származhattak, amelyek ugyan szorosan egymás mellett álltak, mégis különböztek anyai felmenőik az eltemetetteknek. Az eddigi vizsgálatok minden esetre arra utalnak, hogy az épületeken belül található temetkezések vagy egy kiterjesztett patrilokális, vagy nem rokon csoporthoz tartoztak. Megállapítható, hogy a három vizsgálat azonos eredményre jutott, a közös térbe temetettek között nincs rokoni kapcsolat, nem genetikai rokonságuk volt a kiválasztó erő, ami a házakhoz kötötte őket. Mégis akkor mivel magyarázható ez a jelenség? Az anyai ágak egy közösségen belüli nagyfokú különbözőségét patrilokalitással szokás indokolni.
Azaz a nők elhagyják eredeti családjukat a házasságkötés után, és férjükhöz és annak családjához költöznek. Azonban csatahűk esetében ez nem lenne elégséges magyarázat, így fölmerült a hivatalos vagy biológiai rokonság helyett az úgynevezett gyakorlati rokonság, mint lehetséges szervezőerő. Ezt a típusú rokonságot kulturális vagy társadalmi okok, közösen végzett tevékenységek hívhatják életre és köthetik össze. Ide tartozhat az állatok terelése, növények ültetése, a termőföld előkészítése, a termés betakarítása, vagy más hasonló olyan gazdasági tevékenység, amelyek nagyszámú egyén összehangolt munkáját igényli. A gyakorlati tevékenységek mellett egyéb társadalmi okok is szóba jöhetnek, mint a tulajdon és a föld öröklésének jogai, rituális szertartások vagy viták rendezése. Lehetséges, hogy ezeket a közösségeket, háztartásokat a ház meghatározta, megerősítette, és egyben a közösségi emlékezet kitüntetett helye is volt. A korszak és a terület azonos körű más lelőhelyein csatahűkhöz hasonló, de vele ellentétes gyakorlatokat is feltártak a kutatások. Második példám arra világít rá, milyen módon szerveződhettek a családi közösségek a közép-európai vonaldíszes kerámia kultúra területén. Ez Európa első földművelő közössége a Krisztus előtti 5500 és 4000 közötti időszakban. Több lelőhelyre vonatkozó izotópkémiai és ősi DNS kutatások ismétlődő adatsorai alapján jellemző erre az időszakra a patrilokalitás. Elsőként 300 egyénen végzett stronciumizotópos vizsgálatok mutatták ki, hogy a nők értékei között nagyobbak a különbségek, mint a férfiaké között, azaz máshol születtek és töltötték gyermekkorukat, mint ahol később éltek és meghaltak. Férfi és női genetikai variabilitás különbözőségre több kutatás is fókuszált. Az egyik legnagyobb, több száz mintát feldolgozó kutatás vezetője Széchenyi Nagy Anna volt. Természetesen a kutatások kritizálják az ilyen egységű szemléletmódot, és felhívják arra is a figyelmet, hogy a sokféle helyi megoldás és gyakorlat létezhetett egymás mellett, beleértve az ambi és matrilokalitást, az avunkulitást, az anyai nagybácsikon alapuló szerveződést. A kultúrantropológiai néprajzi források pontosabb ismerete és használata is sokat segíthetne a régészeti genetikai adatok társadalmi értelmezésében. Harmadik esettanulmány saját kutatásaink legfrissebb eredményeire épül. Polgár Ferenci hát középső neolitikus, az alföldi vonaldíszes kerámia kultúrájához tartozó, mintegy 4 hektárnyi település részletét és 120 temetkezését 2001 és 2002 között tárta fel az ELTE BTK Régészettudományi Intézete a Debreceni Déri Múzeum munkatársaival együttműködésben, Racki Pál vezetésével. A napvilágra került régészeti kontextusok, emberi maradványok és tárgyi leletek komplex, bioszociális feldolgozása jelenleg is zajlik egy NKFK kutatási program keretében vezetésemmel. A lelőhely a középső neolitikum két időszakában is lakott volt, az úgynevezett AVK-1 és AVK-2-4 periódusokban. Az első megtelepedési időszakhoz 4 temetkezést tudtunk kötni, a sírba helyezett mellékletek hagyományos kerámia tipológiai besorolása, relatív stratigráfiai helyzete és a rendelkezésre álló abszolút kormeghatározás alapján. Közéjük tartozott egy a Krisztus előtti 6. évezred második felében 5475-5375 körül 22-28 éves korában elhunyt nő temetkezése. A nő nyakában apró agyag és kőgyöngyökből fűzött nyakláncot viselt, melléje pedig 11 kisebb és nagyobb méretű edényt és egy marha agyagból formált kis figuráját helyezték gondosan. Bár a halott fektetése, irányítása és a temetkezés többi rítusa megfelel a korszak hasonló temetkezéseinek, mégis a sírban talált tárgyak nagy mennyisége és összetétele miatt kiemelkedő jelentőségű a temetkezés. Feltételezhetően az eltemetett nő közösségének kiemelkedő, fontos tagja lehetett. A Polgár Ferenci háton feltárt egyének közül 27 esetében sikerült archeogenetikai vizsgálatokat végezni a Bécsi Egyetemen működő Rompinázi által vezetett laboratóriumnak. Programjuk célja
hogy több jelentős közép-európai helyszínen vizsgálják a vonaldíszes kerámia kultúra közösségeinek származási és rokonsági viszonyait. Pére Gelábert kutatásainak köszönhetően megismertük ennek a nőnek a közvetlen rokonait, családját is. Az apját, aki 53-57 éves korában halt meg, és fiú testvérét, öccsét is, aki 16-17 évet élt. Mivel a család két férfi tagjának sírjában tárgyakat nem találtunk, és szénizotópos kormeghatározással sem rendelkeztünk, korábban a temetkezéseket a vonaldíszes település későbbi időszakához soroltuk. A családtagjait a térben is viszonylag közel temették el egymáshoz, bár a korszakhoz tartozó temetkezések amúgy is a tér kisebb területére koncentrálódnak, ellentétben a települési objektumokkal. Tudomásom szerint ez a család az első, melyet a régészeti genetika módszerével azonosítani lehetett az Alföld korai területének történetéről. További és egyelőre még megválaszolatlan és kutatásokat igénylő kérdés, hogy miért ez a hatalmas különbség az egyvérségi családba tartozó, mégis eltérő rítussal eltemetett családtagok között. Nem öröklődő társadalmi különbség megnyilvánulását láthatjuk itt, vagy rituális, esetleg személyes okai lehettek a család nőtagjainak szokatlan temetésében. Az archeogenomikai kutatások további első, másod és harmadfokú rokonokat, családokat azonosítottak a lelőhelyen, feldolgozásuk és közlésük folyamatban van. És ha összegezni szeretnénk az előbb elmondottakat, akkor milyen tanulságokat vonhatunk le ezekből a példákból? Az első és legfontosabb, hogy az archeogenetikai eredmények nélkül nem kaphattunk volna ilyen képet a neolitikus közösségek családok életéről. Ugyanakkor az is igaz, hogy ezeket az eredményeket távolról sem egyszerű értelmezni, további disziplinák bevonása szükséges, és talán ami a legfontosabb, a megismerésünk folyamatosan újra kell értelmezni régebbi eredményeinket, ahogy az újabb, döntően most már természettudományos eredmények módosítják a képünket, és valószínűleg minden bizonnyal a természettudományos módszerek fejlődésének gyorsaságának köszönhetően ez egy véget nem érő folyamat lesz. A régészet komplex módszertanának köszönhetően a humán tudományok közül képes leginkább hidat építeni a természettudományok felé. A humán és társadalomtudományok, esetünkben a régészet és az archeogenomika kiegyensúlyozott együttműködése jelentősen hozzájárulhat ahhoz, hogy megértsük múltunk közösségeit. Így tudunk szólni azokról az emberekről is, akik évezredekkel ezelőtt csinálták a történelmet, ahogyan Brian Fagan fogalmazott egy előadásában. Így tudjuk levonni azokat a következtetéseket, melyek tanulsággal szolgálhatnak jelenünknek is, most éppen arról, hogy milyen sokféle formája létezhet a közvetlen vagy eszmei közösségeknek békés egymás mellett élésének és együttműködésének. Ugyanakkor az is igaz, hogy a régészeti és történeti kérdések felvetését, kidolgozását és interpretálását a két tudományterületnek, mármint a régészetnek és az archeogenomikának etikusan egymás nézőpontjait figyelembevételével kell kialakítania, ahogyan erre a nemrégiben 24 nyelven köztük magyarul is megjelent Nature tanulmány is felhívta a figyelmet. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Köszönöm Anders Alexandra előadását, amiben az elmélet és a konkrét régészeti jellemzések optimális elegyét kaptuk, és külön ebelem ki, hogy milyen optimálisan támaszkodott a genetikai kutatásokra, és fölhívta a figyelmet a genetikai kutatások etikai vonatkozásaira is. Köszönöm még egyszer, és fölkérem Siklósi Zsuzsannát, a Kisközösségek a részkorban című előadását szíveskedjék megtartani. Tisztelt elnök úr, tisztelt hallgatóság! A neolitikum után egy újabb korszakba, a részkorba lépünk, mely számos változást hozott.
A részkor az innováció korszaka, az emberiség későbbi történelmét alapjaiban átformáló innovációké. A mai Magyarország területén ez az időszak időszámításunk előtt 4500 körül kezdődött, és nagyjából időszámításunk előtt 3000-2800-ig tartott. Az olyan komplex, magasfokú kézműves szaktudást igénylő innovációk, mint a fémművesség, az összetett pirotechnológiai tudást igénylő kerámia edények, vagy a rendkívüli hosszúságú kőpengék készítésének tudása határozta meg a korszak kezdetét. A részkor közepére tehető a kerék és a kocsi innovációja, mely a későbbiekben a mobilitást, közlekedést, szállítást és a harcászatot is átformálták. Az állati termékek, az igavonóerő és az eke, a gyapjú és a tejtermékek nagyobb arányú fogyasztása szintén erre a korszakra tehető. Andrew Sherratt a 20. század második felében ezeket az újításokat fogta össze a másodlagos termékek forradalmának nevezett csomagba. Úgy vélte, hogy ezek az újítások teremtették meg a technológiai, gazdasági és szociokulturális alapját a későbbi civilizációk felemelkedésének. Az azóta eltelt nagyjából 4 évtized régészeti kutatásainak fényében ezek az innovációk sem térben, sem időben, nem egyszerre, nem egy központban zajlottak. Előadásomban a korszak első felére, az alföldi korarészkorra és a fémművességre fogok fókuszálni. Ez az az időszak, amikor az alföldön tömegesen jelentek meg a súlyos résztárgyak, ez a részkori fémművesség csúcsa, egyes régészeti értelmezések szerint központja. Arra keresem a választ, hogy milyen szociális kapcsolatok segítették az innovációk létrejöttét és terjedését, milyen közösségeket alkottak, hogyan szerveződtek ezek a részkori társadalmak. Pulszky Ferenc 1883-ban a Részkor Magyarországban című könyvében először érvelt a hazai réz és aranytárgyak alapján az önálló részkor léte mellett, és egyben felismerte a fémművesség kezdeteinek a réz és az arany megmunkálásának jelentőségét. A 20. század első felében Vör Gordon Child, ausztrál régész, a Közel-Keletről az ókori civilizációk bölcsőjéből eredeztette a fémművesség technológiai innovációját. Összekapcsolta a technológiai fejlődést a régészeti korszakokkal és a fémművességet, a kézműves specializációt a komplex társadalmak felemelkedésével. A 20. század második felében Colin Renfrew elsősorban a rádiókarbonkeltezés és a meglepően gazdag, az 1970-es években feltárt várnai temető alapján a dél-kelet-európai részkor önálló, a Közel-Kelettől független, a helyi réznyersanyag források kiaknázására alapozott felemelkedése mellett érvelt. A fémművesség innovációjának elterjedését gazdasági és szociális kontextusba helyezte, a nagy mennyiségben előkerülő részkori résztárgyakat presztízstárgyaknak tartotta. A fémművesség kezdeteit és elterjedését összekapcsolta a főnökségek kialakulásával és a társadalmi egyenlőtlenség megjelenésével. Úgy gondolta, hogy a fémtárgyak elkészítéséhez specializált kézművesekre volt szükség, ami csak egy többlettermelésre képes társadalomban képzelhető el. Renfrew álláspontja szerint mind a termelést, mind a késztermékek cseréjét vagy kereskedelmét a főnökök irányították. Vagyis a részkor korszaka összekapcsolódott a társadalmi egyenlőtlenség, a társadalmi hierarchia megjelenésével. A régészettudomány nem csak az újabb leletek feltárásával, hanem az újabb módszerek alkalmazásával is fejlődik. Az újabb és újabb módszerek, tudományterületek együttes, szintetizáló alkalmazásával tárhatjuk fel múltunk részleteit. A régészeti feltárásoknak köszönhetően betekintést nyerhetünk az egykori településeken folyt élet részleteibe, a temetkezések alapján részletes képet kaphatunk az egyénekhez és szűkebb szociális környezetükhöz kapcsolható tárgyakról. Anyagvizsgálatok széles köre segíthet a tárgyak nyersanyagának származási helyét meghatározni, vizsgálhatjuk készítésük technológiáját, melyekből kapcsolataikra és tudásukra következtethetünk. Rádiókarbonkeltezéssel pontosan datálhatjuk leleteinket, mely elengedhetetlen alapja a társadalom régészeti következtetéseknek.
az antropológia, a közösségek demográfiai összetétele, életmódja, betegségek terén ad információt. A genetikai vizsgálatokkal, többek között a vérrokonságot, izotópos vizsgálatokkal a táplálkozást és egyéni mobilitást vizsgálhatjuk. Mindezekkel, és a felsorolást még folytathatnánk, együttesen rekonstruálhatjuk az egykori közösségeket. Ahogyan Anders Alexandra előző előadásából is láthattuk, az archeogenetikai vizsgálatok számos izgalmas új felfedezésre vezettek, azonban önmagukban alkalmazva torzíthatják a múltbeli közösségek rokonsági rendszeréről kialakuló képünket, hiszen azok mindig kulturális, szociális konstrukciók is. A szociálantropológiai irodalomból a rokonsági leszármazási rendszerek és ehhez kapcsolódóan a lakóhelyválasztás rendkívüli változatosságáról olvashatunk szemléletes példákat. Az alföldi részkori mintán genetikai vizsgálata még folyamatban van, így a vérrokonságra vonatkozó közvetlen adatokról egyelőre nem tudok beszámolni. Azonban ezek nélkül is számos részletét megismerhetjük az egykori közösségek szerveződésének. A mai Szerbia és Bulgária területén már legalább időszámításunk előtt 5500-5300-tól kezdődően láthatjuk részbányák működését. A célzott archeometallurgiai kutatások mostanra a helyi fémművesség technológiáját számos részletében feltárták, azonban a munkaszervezés, a tárgyak elkészítésének konkrét technológiai lépései még némileg homályosak. Bár a 20. századi modellek magányosan az elitnek dolgozó férfi fel sem merült, hogy esetleg nők is részt vehettek a fémtárgyak készítésében, tehát férfi kovácsokat, specializált műhelyeket feltételeztek. Tobias Kinlin a 2000-es években inkább egy rokonsági alapon szerveződő, a titkos tudást őrző szociális csoportot sejtett a fémművesség technológiájának elterjedése mögött, amely az elit irányítása nélkül önszerveződő módon működött. Habár elmélete hangzatos, nem voltak olyan régészeti adatok, melyek a Balkánon vagy Közép-Európa területén alátámasztották volna elképzelését. A szerbiai Belovoda és Plocsnik települések célzott kutatása alapján a helyi fémművesség nyomai a település egészén megtalálhatók. Kísérleti régészeti kutatások pedig megerősítették Julia Héb a súlyos részkori balták és csákányok készítésére vonatkozó modelljét, mely szerint a tárgyak készítéséhez szükséges nyersanyag kiolvasztása kizárólag több ember összehangolt cselekvéseként képzelhető el. Ehhez speciális kemencére a korábbi feltételezésekkel ellentétben nem volt szükség, elegendő volt egy földbe mélyített gödör, ezt akár minden háztartás létrehozhatta, a munkafolyamat kulcsa a kooperáció volt. Vagyis a közösségen belüli egyéni specializáció egyes műhelyek helyett a település teljes közössége részt vett a fémműves tevékenységekben. Ha beszélhetünk titkos tudásról, akkor az a közösség titka volt, a közösség identitásához tartozott. A fémművesség és a résztárgyak szociális identitásformáló jelentőségét tükrözik a szerbiai Crikvinyes Tublinál előhelyen feltárt miniatűr antropomorf szobrocskák. A szobrocskákat gondosan kisebb csoportokban helyezték el. Az emberalakok elnagyolt, sematikus kidolgozása mellett szembeötlő a jobb vállukon tartott eszközök, buzogányok, balták, csákányok, élethű, gondos megformálása. A részkori elit a főnökségek látványos bizonyítékát, a várnai temetőt is új megvilágításba helyezik az újabb multidisziplináris kutatások. Egyrészt a táplálkozásra utaló izotópos vizsgálatok nem mutattak számottevő különbséget a temető gazdagabb és szegényesebb melléklettel eltemetett egyénei között, holott a létfenntartáshoz szükséges, alapvető forrásokhoz való korlátozott hozzáférés lenne az egyik, régészetileg is megfogható, biztos jele a társadalmi egyenlőtlenségnek. Ehelyett az aranytárgyak archeometallurgiai vizsgálata, valamint az antropológiai vizsgálatok komplex értelmezése arra a következtetésre vezetett, hogy az aranytárgyakban kiugróan gazdag sírok
aranyművesek sírjai lehettek, akik maguk is részt vettek nem csak a tárgyak készítésében, hanem cseréjében is. A sírokban lévő aranytárgyak között megjelennek az aranyműves eszközeinek aranyból készített másolatai is. Vagyis a kézműveseket irányító főnökök, az elit helyett maguk a kézművesek voltak azok, akik az általuk készített tárgyak továbbítását szervezték. Ez a kézműves tevékenység és a hozzá kapcsolódó tudás identitásuk lényeges elemét képezte. Az alföldi részkor kezdete nagyjából az iménti lelőhelyek végével egyidős. Az alföldön a neolitikum végével felbomlott a korábbi komplex településhálózat, melyet kisméretű, két-három házból, két-három háztartási egységből álló, gyakran kisebb árokkal és vagy palisszáddal övezett tanyaszerű települések sűrű hálózata váltott fel. E kis lélekszámú, rövid életű, állattartással és földműveléssel foglalkozó részkori közösségek gazdaságilag önállóak és önellátóak voltak. A kora részkorban először jelentek meg a településektől térben is elkülönülő temetők, ám ezzel párhuzamosan a korábbi tradíciók folytatásaként fennmaradtak a településen belüli kisebb sírcsoportok és magányos sírok is. A férfiakat általában a jobb oldalukra, a nőket a bal oldalukra fektetve temették el. Viseletükben és mellékleteikben gyakran felfedezhetők gender-specifikus elemek. A sírcsoportok közepén általában egy-egy presztízs és státusztárgyakat, főként rézbaltát vagy csákány tartalmazó férfi sír, és vagy egy gazdag réz és arany vagy kőékszereket viselő női sír helyezkedik el. Szintén a két korszak közötti kontinuitásra utalnak a státusz és presztízs tárgyak. A buzogányok, rézbalták, rézékszerek, valamint spondilusz és kőgyöngyök. Ezek a távolsági nyersanyagokból készült presztízs tárgyak a településeken nagyon ritkán fordulnak elő, helyi készítésükre utaló leleteket nem ismerünk. Az egyéni táplálkozásra utaló izotópos vizsgálatok eredményei nem mutatnak különbséget nemek és gazdagság szerint, így olyan fokú társadalmi egyenlőtlenség, mely az alapvető élelemforrásokhoz való hozzáférést korlátozta volna, nem valószínű. A formális temetők megjelenése azonban nem azt jelentette, hogy minden településnek volt egy saját temetője, hanem valószínűleg az egymáshoz közeli kisebb települések együttesen használtak egy temetőt. Ezt láthatjuk a Rákóczi falvi lelőhelyek esetében is. A teljesen feltárt 79 síros temető közvetlen közelében került elő egy szintén teljesen feltárt település, valamint a közelben két másik kisebb település. A települések és a temető edényeinek petrográfiai vizsgálatai bizonyították, hogy a távolabbi településről származó edények is előfordulnak a temetőben. Ebből következtethetünk arra, hogy a szűkebb földrajzi területen lévő kisebb telepeken élők között szoros szociális kötelékek voltak, melyek meghatározták azt, hogy őket egy helyre temessék el. Az is elképzelhető, hogy a közösség egy szűkebb földrajzi egységen belül gyakrabban változtatta lakóhelyét. Az elmúlt évtizedben folytatott keltezési projektünknek köszönhetően láthatjuk, hogy a településeket rövid ideig, nagyjából 100 éven keresztül használták, és a temetők használatának ideje mérettől függően szintén 100-300 év lehetett. Ezzel együtt a tiszapolgári és bodrogkeresztúri stílusú leletanyagokat pontosabban keltezhetjük az alföldön belüli megjelenésük, elterjedésük dinamikáját is jobban értjük. A bodrogkeresztúri stílus a Közép-Tisza vidéken jelent meg, majd innen terjedt északi, keleti és déli irányban. Az alföldi résztárgyak ólomizotópos vizsgálatai a balkáni bányákból származó nyersanyagot mutattak ki. Az alföldi településeken helyi fémművességre utaló nyomok egyelőre nem kerültek elő, a fémtárgyak szorványként vagy temetkezések mellékleteiként láttak napvilágot. Az egyetlen biztos kontextusból származó, a fémművesség technológiájához, esetleg annak ismeretéhez kapcsolható lelet,
A tiszapolgár basatonyai temető 59-es sírjából egy 30-35 éves nő sírjából előkerült kicsi, szilvamag alakú rézöntecs. Más fémtár nem volt a sírjában, egyéb mellékletei alapján nem egy gazdag temetkezés. Ez a lelet is megkérdőjelezi azt a korábbi implicit feltevést, hogy a fémtárgyak készítésében kizárólag férfiak vehettek részt. Az egyetlen másik, nagyobb méretű öntecs, amely erre a korszakra keltezhető, a szegedszéléri kincsben került elő, amely kontextusáról azonban semmit nem tudunk. E két lelet alapján sejthető, hogy a balkáni közösségekkel fenntartott szociális kapcsolatoknak köszönhetően szorványosan megindulhatott az információ áramlás, a technológiai tudás átadása, de ennek régészeti bizonyítékát az Alföldön majd csak a következő korszakból, a középső részkorból ismerjük. A régészeti leletanyagban azt látjuk, hogy a bodrogkeresztúri stílusú edények eljutnak egészen a Balti-tengerig és a Balkánra is, az ezekkel a stílusú edényekkel kísért sírokban jelentősen gyakrabban kerülnek távoli vidékekről származó kőanyagok, aranyékszerek és résztárgyak. A temetőkben megjelennek szimbolikus sírok is, melyek például Rákóczifalva Bivajtó esetében a közösség távolsági kapcsolatait jelenítik meg. A résztárgyak a mai Szerbia és Bulgária területéről, a Volhiniai kova a Kárpátokon túlról, a balkáni pöttyös kova szintén Bulgáriából származik. Mindezek olyan tárgyak, melyek késztermékként kerültek ide, készítésükhöz speciális tudásra volt szükség, melyekkel a település és a temető feltárt leletanyaga alapján az itt élők nem rendelkeztek. Felmerül a kérdés, hogy milyen összefüggés van az egyének mobilitása és a fémtárgyak használata sírba kerülések között. Mondhatjuk-e azt, hogy a fémekkel eltemetettek, mobilabb életmódot folytattak? Lehettek-e ők azok az egyének, akik a fémtárgyak továbbításában, esetleg a technológia tudásának továbbadásában részt vettek? Ugyanaz a mintázat figyelhető-e meg az egykorú lelőhelyeken, vagy van közöttük valamilyen különbség? Julia Gibrin végzett először az egyéni mobilitás vizsgálatát célzó stroncium-izotópos méréseket alföldi korarészkori temetőkön. Ezeket a méréseket egészítettük ki Rákóczifalva Bivajtó és Tiszavalk kenderföldek vizsgálatával. Hajdúböszörmény ficsorító és a későbbiekben vizsgált pusztataskony ledence tiszapolgári temetkezései egységesen egy lokális, helyben született közösséget mutatnak. Szintén alapvetően helyben születettek, a tiszapolgári stílusú edény mellékletekkel kísért temetkezések a tiszapolgár basatonyai temetőben. Itt azonban a bodrogkeresztúri temetkezések között több nem helyi születésű egyén is volt. Ők többnyire férfiak voltak, ráadásul többféle mobilitási mintázat is megfigyelhető volt. Voltak olyanok, akik csak felnőtt korukban kerültek ide, férfiak és egy nő is volt közöttük, de voltak olyanok, akik élete során többször változtatta a lakóhelyét, és olyan is, aki itt született, fiatal gyermekéveit máshol töltötte, majd visszatért ide. Ezek alapján egy temető közösségén belül az egyéni életutak változatossága tapasztalható. A nagyobb mobilitású egyének általában kevesebb mellékletet kaptak, mint az erősebben helyhez kötődő életmódot folytató egyének. Ettől eltérő mintázatot láthatunk Magyar Homorok Kónyadomb sírjai esetében. Itt a vizsgált egyének fele nem itt, hanem valahol távolabb az Alföldön belül, valószínűleg a Közép-Tisza vidéken születhetett. A temető két sírcsoportjának rézeszközzel eltemetett férfiai nem itt születtek, azonban a sírok gazdagságával nem mutat egyértelmű összefüggést mobilitásuk. Az edények stílusában a tiszapolgári és bodrogkeresztúri stíluselemek egyaránt megjelennek, ezzel való összefüggést szintén nem lehet kimutatni. A rádiókarbon adatokkal összevetve itt felmerül a lehetősége annak, hogy a temető két generációját sikerült megfogni, ami a bodrogkeresztúri stílus elterjedésének dinamikájával függhet össze. A stroncium mérések alapján Rákóczifalván alapvetően egy helyi közösségről van szó.
Egyelőre csak egy nőt találtunk, aki felnőtt korában kerülhetett ide. A temetőn belül a két sírcsoport között perifériális helyzetben van. Edény mellékletei közül a gazdagon díszített teljes köcsög kitűnik a temető jellemzően díszítetlen edényei közül. Két nő pedig itt születhetett, majd valahol valószínűleg még a mikrorégión belül tölthette gyermekkorának egy részét, majd visszakerült ide. A fémekben gazdag temetkezések erősen helyhez kötött életmódra utalnak. A Tiszavalkenderföldi temető esetében szintén vizsgáltuk gazdagabb és szegényebb mellékletű férfi és női sírokat. A gazdag mellékletű temetkezések itt is lokális értékeket mutattak, míg egy férfi csak felnőtt korában kerülhetett ide. Összegezve, alapvetően helyi, helyben élő kis közösségeket találunk, akik sírjaikba kerülő tárgyaik alapján intenzív kapcsolatot tartottak fenn más kis közösségekkel. Presztízs vagy rangbeli különbségnek igen, de hierarchiának, társadalmi egyenlőtlenségnek nem látjuk nyomát. Elég nagy bizonyossággal kizárhatjuk a nagyobb népességmozgást, ami akár a rézkor kezdetében, akár a fémművesség elterjedésében szerepet játszhatott volna. A mobilitás inkább csak az Alföldön belül, rövidebb távolságok között tapasztalható. Egységesnek látszik a gazdag temetkezésű egyének helyhez kötött életmódja. Ezeknek a kisközösségeknek a további forrásokhoz való hozzáférés, a kockázatok csökkentése a stabilitás szempontjából létfontosságú volt más hasonló kisközösségekkel való szövetséges kapcsolat fenntartása. Ennek többféle módja is lehetett. A közös lakomák szervezése, a presztízs tárgyak ajándékozása, házassági kapcsolatok kiépítése mind-mind segíthette ezeknek a szövetségeknek a fenntartását és megerősítését. A szociálantropológiából ismert rokonsági rendszerek, lakóhelyválasztási szokások és a temetkezési hely megválasztásának szokásai bonyolult mintázatokat eredményezhetnek. A régészetben nem feltétlenül tudunk különbséget tenni aközött, hogy például valaki felnőtt korában házasság után került egy lakóhelyre, vagy aközött, hogy csak eltemetni vitték arra a helyre. Az egyéni mobilitást számos egyedi tényező is befolyásolhatta, például a házastárs korai halála. Habár még viszonylag kicsi, viszonylag alacsony a rendelkezésünkre álló stronciumizotópos vizsgálatok száma, az látszik, hogy az eddig vizsgált lelőhelyek alapján valószínűleg nem beszélhetünk minden lelőhelyre érvényes, egységes rokonsági rendszerről, lakóhely és temetkezési helyválasztásról. Az egyéni életutak mögött színes, különféle szociális kapcsolatok húzódhatnak meg, az exogám házassági kapcsolatoktól kezdve a gyerekek más közösségben való felneveléséig. Ezek mind-mind olyan szociális kapcsolatok, amelyek a közösségek közti összetartozást, szövetséget erősítik. Ezek a részkori kisközösségek nyitottak és színesek, változatosak voltak. Stabilitásuk és sikerességük kulcsa a szertágazó kapcsolatrendszerükben rejlett. A részkori közösségek tagjai közti összehangolt együttműködés, kooperáció, információáramlás támogathatta a kreativitást, az újabb innovációk megjelenését. Ennek eredményét láthatjuk a régészeti leletanyagban. Végezetül, ha a család régészetéről beszélünk, ha már láthattuk, hogy a részkorkutatás még nem tartott, hogy a konkrét családi kapcsolatokat rekonstruáljuk, akkor beszélnünk kell a régész családjáról is. Itt szeretném megköszönni családomnak, mindenekelőtt férjemnek, Halmai Rihárdnak azt a kitartó támogatást, amely nélkül nem folytathatnám kutatásaimat. Köszönöm. Köszönöm Csiklós és Zsuzsanna előadását. Külön köszönöm a mobilitás és fémművesség kérdését, ami talán az engem legjobban foglalkoztató problémát érinti, vagy veti föl, hogyan terjed a kultúra. Az előző előadásokban megállás nélkül folyamatosan mindig a közel-keletre
Közel-Keletet emlegették az előadók, és az onnan kiinduló kulturális áramlatokat tárgyalták. Most elérkeztünk a Közel-Kelethez, Kalla Gábornak Család és háztartás az ókori Mezopotámiában című előadását kérem megtartani. Tisztelt elnök úr, tisztelt hallgatóság! A tudományos ülés témája a családrégészet egy rendkívül nehéz tudományos probléma, amennyiben a mindennapi élet tárgyi világa felől közelítjük meg, ami az emberi maradványoktól eltekintve általában rendelkezésünkre áll, különösen nagy nehézségbe ütközünk. Legalább kettő, vagy talán három szociológiai kategóriát kell figyelembe vennünk. Ez pedig a család, a háztartás és az együttlakó közösség. Amit régészeti eszközökkel feltárunk, az elsősorban a háztartás lenyomata, amely mögött általában megbújik a család. A kisméretű háztartások esetében ez a három kategória egybeesett, de minél nagyobb egy-egy háztartás, annál inkább szétválhat. Ráadásul nem minden háztartás szerveződik családi alapon, elég, ha csak kolostorokra, erődökre vagy kaszárnyákra gondolunk az újabb korokból. A családokat leginkább az írásos források segítségével lehet felfedni, így már különböző mintázatok is felismerhetőek. Alapvetően azt kell számba vennünk, hogy kik éltek, élhettek egy-egy háztartásban. Először nézzük a teret és időt, ahonnan az előadás példái származnak. Ez óbabinkori Dél-Mezopotámia és az újaszír birodalom magterületei határzónája, ahol az egyetemünk ásatása is folyik Girditle lelőhelyén. A két területről viszonylag nagy számban ismerünk régészeti és írásos forrásokat egyaránt. Éppen ezért hasznos lehet a két forráscsoport összevetése, illetve annak a vizsgálata, hogy az írásos forrásokból szerzett ismereteket milyen formában találhatjuk meg a régészeti anyagban. Első kiinduló pontunk régészeti lesz. A mezopotámiai háztartásokról, családokról és együttlakó korrezidenciális csoportokról nem beszélhetünk általánosságban, ugyanis a lakóházak nagy mértékben eltérő mérete igen nagy társadalmi különbségekre utal. Ezek kívülről zártak, mármint ezek a lakóházak csak befele az udvarok felé nyitottak, láthatóan fontos szerep volt, fontos szempont volt a külvilágtól való elkülönülés. Éppen ezért visszaadják egy-egy háztartás határait és méreteit. Kérdés, hogy a nagyobb lakóházak nem csak nagyobb háztartásokat, hanem nagyobb családokat tükröznek-e, vagy valami másról van szó. Itt már írásos forrásokhoz kell fordulnunk. Az asszirológiában vita van arról, hogy mennyire általános a kiterjedt család Mezopotámiában, a mellette szóló írva általában a közös földtulajdon. Ugyanakkor, bár ténylegesen gyakori az osztatlan tulajdon, az örökségi jog szerint az elhunyt apa után egyenlő részben örökölnek a fiúgyermekek. Dél-Babilóniában annyiban más a helyzet, hogy a legidősebb fiú 10% többletrészt kap a teljes örökségből, egyértelműen azért, hogy ez a vagyoni rész az ősök kultuszát finanszírozza. A gyakorlatban ugyan lehettek átmeneti megoldások, amikor több testvér közül az egyik már házas volt, de a többiek még nem, ez a törzs család, vagy több házas és gyermekes testvér is együtt élt, ez a testvéri család, de ez olyan időleges helyzet lehetett, ami a tulajdonjogból nem következett, de régészeti lenyomata mégis lehet. Ilyen rekonstruált szöveges eset szöveges és régészeti adatok alapján Elizabeth Stone példája a Nippuri egyes ház. Munkájának ennél továbbmenő jelentősége, hogy rámutatott a háztartások sokszor dinamikusan változó jellegére. Sokszor látjuk, hogy a házrészeket vesznek a szomszédságban, ajtókat nyitnak, másokat elzárnak, így az alaprajz is többször mehet át lényeges változásokon, aszerint, hogy maga a háztartás hogy változik. Ha az elemi család az alapvető magja a háztartásnak, akkor kérdés, mi a helyzet a nagyobb lakóházak esetében. Itt bár nő a ház népessége, de ez nem azt jelenti, hogy a család méret is, hanem sokkal inkább a személyzet mennyisége nő meg.
A szövegek megkülönböztetnek családot, akkádul nisútum és háznépet, astapírum. Háznép egy részben egy része szabad státuszú, másik része rabszolga lehetett. Ez utóbbiak jelennek meg az örökség okmányban, nem ritkán 18 vagy akár 35 rabszolgával, illetve rabszolga nővel is találkozunk. Itt problémát jelent, hogy nem tudjuk, hogy melyik örökölt lakóházhoz tartozik, ugyanis a legnagyobb birtokosok több városban is birtokoltak lakóházat. Összességében saját vizsgálatok alapján a régészeti és írásos források kombinációjával alapvető négyfajta házméret kategóriát, és ezzel együtt háztartástípust szeretnék megkülönböztetni, hogy a belső életet ennek a fényében vizsgálhassuk. A határok helyenként folyékonyak, mármint ezek a kategóriák között, főleg a nagy és komplex háztartások közötti határok, és városonként lényeges eltéréseket láthatunk, de a kiinduló pontnak hasznos lehet ez a tipológia. Jól látható, hogy az arab terület növekedése először a multifunkcionális terekkel szemben a korábbi multifunkcionális terekkel szemben a specializált helyiségek számának a jelentős növekedését hozzák. Majd leginkább a vendéglátási infrastruktúra nő, például a konyha vagy a fogadóterem mérete. Ugyanebben az irányban mutnak a szövegek is. Ahogy nőnek a szövegben szereplő háztartás méretek, úgy nő az őrlőeszközök száma, speciális drágatípusok jelennek meg, nagyméretű rézüstök, ezek közül jó néhány igen nagy méretű, akár 50 literes is lehetett, drága bronzszerviz készletek. Egy megjegyzés, a fémedények sajnos szinte egyáltalán nem maradnak ránk, mert Mezopotámiában szemben Iránnal általában nem tették azokat sírba, és depóink is alig vannak. Hol található meg ezekben a sokak által lakott lakóházokban a családok nyoma? Elsősorban a ház hátsó intimebb elzárt részébe, amit részben a térszintaxis mutat, azaz melyik helyiség melyik másikkal mutat kapcsolatot, hogyan kontrollálták a közlekedést, illetve a zárható ajtók megléte. Nem magától értetődő, hogy mindegyik ajtónyílás zárható legyen. Bár az ajtószárnyok fából, esetleg részben nádból készültek, így nem maradtak fenn, azonban megmaradhatnak azok a persejek, a képen látható persejek, melyek az ajtószárnyakat mozgatták. Az egyik szippári ház alaprajzán azok a kis piros körök az ajtónyílásban a megtalált kő vagy égetett tégla persejeket jelzik, és ezzel együtt az ajtószárnyakat. A szokásos térszintas és ábrát a helyiségek funkcióját jelző színekkel és az élekre helyezett vörös vonalakkal jeleztem azt a helyet, ahol a zárható ajtók elhelyezkednek. Részben a bejárati helyiségeket zárták, melyek kifele nyitottak voltak, részben pedig a nagy terem, a család gyülekezési helye, a családi sírbolt és az ősök kultuszának a helye az, amelyik legjobban védett, és egy másik helyiség, amely ezt kísérni szokta, az értékraktár, csak fogadótermen keresztül elérhető, és valamennyi zárt helyiség volt, szemben például a konyhával, vagy a mosdóval, a latrinával, ezeket talán lefüggönyözték. Ez azt mutatja, hogy a háznép ide nem lehetett engedély nélkül bejáratos. Az ajtószárnyak szimbolikus jelentőségét aláhúzza, hogy az örökségi okmányok minden más tárgynál gyakrabban említik. A házak eladásán külön kiemelhették, hogy az ajtószárnyak még benne álltak. A házon belül mindennapi élet nyomait, ezen belül is a nemek szerinti munkamegosztást szeretnénk vizsgálni, igen sok és változatos forrás áll rendelkezésre. Itt csak egy gyors áttekintés. Ha pillantást vetünk a mezopotámiai belső, azaz írásos források listájára, a jól ismert régészeti adatokra, illetve a lehetséges külső párhuzamokra, adatokra, akkor azt gondolhatnánk, hogy egyszerű helyzet, hiszen írásos források jól kiegészítik, magyarázzák a régészetieket.
Gyakorlatilag azonban még a nagyobb családi archívumokban sincsenek meg az örökségi okmányok, a részletes örökséglistákhoz ritkán járulnak egyéb szövegek, és ezeket pedig egyáltalán nem tudjuk konkrét házakhoz kötni, mert rabruásatások során kerültek elő. A tudományos ásatások csak nagyon kevés magánarchívumot tártak fel, de minden esetben hiányoztak a részletes tárgylistát tartalmazó okmányot, melyek rávilágíthattak volna a ház belső életére. Mindezek hiányában szórt adatokat összerendező modellekre vagyunk utalva. Mielőtt a családi munkamegosztást tárgyalnánk, nézzük meg először azokat a tevékenységeket, melyek egy-egy háztartás kapcsán felmerülhetnek. Kiinduló pont lehet azoknak a mesterségeknek listája, melyek termékei vagy szolgáltatása szükséges egy-egy háztartás működéséhez. Nyilván itt mindig a társadalmilag elvárt szintről van szó, a kis, sőt a közepes háztartások családja is sok tekintetben önállátóak lehettek, számos dolgot maguk készítettek, specialisták közreműködése nélkül. A nagyobb háztartások viszont folyamatosan igénybe vehették a professzionális mestereket, és számos olyan tárgyuk volt, melyeket csak specializált háztartásokban tudtak előállítani. Régészetileg csak egy példát szeretnék mondani, ez inkább a lakóházak kivételének minőségén látszik. Nagyobb lakóházak jól tervezettek, sok esetben kimutatható, hogy a palotákon dolgozó építőmesterek készítik azokat. Az ő bérüket az úgynevezett törvénykönyvek is megemlítik. Az agyagtéglák is jobb minőségűek, az agyag távolabbi forrásokból származik, tisztább, és viszonylag sok égetett téglát használnak, amit specialisták készítenek. Ezzel szemben állnak a sokszor egyenetlen falu, kisebb és közepes méretű, de néha akár mind ebben az esetben viszonylag nagy épületek is. A lakóik a vályogot maguk készítik, és az éves renovációt, a lábazat és a tető megerősítését, újrakikenését, amit az agyagtéglás épületek esetében minden tavasszal meg kell tenni, szintén maguk végezhetik. Ennek a szükségességéről írásos források rendszeresen megemlékeznek. Ha átfutunk a nemek és korok szerinti szerepeken, akkor is külön kell kezelnünk a kisebb és nagyobb háztartások tagjait. Itt megpróbáltam néhány férfi szerepet kiemelni a családon és háztartáson kívül, elrendezve a kisebb, szegényebb családokban és a nagyobb, gazdagabb családokban megnyilvánuló szerepet. Itt nyilván nincs lehetőség minden részletre kitérni, de az jól látható, hogy a férfiak kiváltsága, hogy a premodern társadalmak esetében általános egy jogképesség. A család fő kezében van a vagyon, ő adhat és vehet, bérbe és kölcsönbe ő adhat és vehet, és ez a jog általában őket nem illeti meg, majd itt látunk kivételt is. Ők tartják el a családot és adnak biztonságot. Hiányukban a család létbizonytalanságba kerül, ők, akik így ebbe a bizonytalanságba kerülnek, az özvegyek és árvák, akinek támogatása sokszor emlegetett uralkodói program. A nők önállóan nem birtokolhatnak háztartást. Viszont a férfiak azok, akik kötelességgel tartoznak az állam felé, az adón és adón kívül alapvetően testi erejükkel, robottal és katonai kötelezettséggel. Ez a gazdagabbra is vonatkozik, de ők pénzért helyetteseket állíthatnak, ahogy a listákból ez jól kiderül. A férj és apai funkciók mellett családként a férfiak feladata az ősök kultuszának ápolása. Gazdag családoknál egy alapvető férfi feladat lehet a vendéglátás, ennek mérete sokszor hatalmas lehetett, és erről van tulajdonképpen a legtöbb régészeti adatunk. Egy szöveg szerint egy 4 hónapos házassági ceremónia sorozat gyakori vendéglátással akár egy ház árába is kerülhetett. Talán még érdekesebbek a női szerepek. Mely több monográfia is foglalkozik, itt természetesen csak néhány szempontot villanthatunk fel.
A nők régészetileg leginkább az ékszerekkel és kozmetikai eszközökön keresztül válnak láthatóvá, amennyiben a temetkezési tárgyakban ez előfordul. Írásos források közül pedig leginkább informatívak a házassági szerződések és a jegyajándéklisták. A feleségek a házasságon belül megtarthatták saját vagyonrészüket, és ezt aztán a saját gyerek örökli, abban az esetben, hogyha egy családban több anya van, amit a jog feltételez éppen a magas női halandóság miatt. A szegényebb családok nő tagjainak, vagy a hadjáratokban zsákmányolt tagjai, vagy a hadjáratokban zsákmányolt rabszolganők dolgoztak a nagy háztartások szövőműhelyeiben és őrlőműhelyekben is. Ez megfelelhetett nagyjából az otthoni feladatoknak is. Nem csak a szegények, hanem a társadalom átlaghoz tartozó nőknél is megvoltak ezek a feladatok. Sumer irodalmi szövegek a nők otthoni feladataként az őrlést, a főzést, a sörfőzést, a fonást és szövét jelenik meg. A jog alapvetően a háztartás vezetésével foglalkozik, mint női feladattal, ennek elhanyagolása válóknak számított. A válást általában csak a férfiak indítványozhatták. Gazdagabb családok kiváltsága volt, hogy magas presztűzsi papnői funkcióba helyezzék lányaikat, egy ilyen szerepről később majd még beszélni fogok. A gyermekek viszont általában csak negatív kontextusba kerülnek elő, látjuk a csecsemő és kisgyermek sírok óriási számát. Képen egy démonnő lamastul látható, aki a legnagyobb veszélyt jelentette a szülőnökre és a gyermekekre, az egyik alapvető halálok lehetett. A felnőtt gyermekek száma az örökségi okmányok alapján átlagosan 4-6 körül mozoghatott, de sokszor csak kevesebb. Ennél többen nem nagyon szoktak előfordulni, sok testvér már korábban meghalhatott. A szegényebb családok sokszor rabszolgának adják el gyermeküket, így a gyermekek ilyen típusú szövegekben fordulnak elő. A szerencsésebbeknek elég hamar dolgozniuk kellett, bár életkort nem adnak meg, a bérmunkások is gyakran egész fiatalok lehettek. Ha a kor és nem szerinti feladatokat és szerepeket figyelembe vesszük, akkor nagyjából körülhatárolható házon belüli férfi és női a férfi, illetve a női és a gyermek zóna, az egyik a fogadóterem, nagyterem, értékraktár, a ház belső része, ez a hátsó traktus, illetve az első traktus, az udvar, konyha, raktárok és a szolgák szállása. Háztartásoknak, még a nagyobbaknak is nem feltétlenül volt családi hátterük, léteztek talán szingli háztartások is, mely kivételes jogi helyzetben került nők tartottak fent. Ők voltak Samasisten nadítumai, szó szerint mellékfeleségei, akik Szipár városának egy elzárt negyedében, a Gagumban, egyfajta kolostori negyedben éltek, nem együtt, mint a kolostorokban, hanem önálló lakóházakban és háztartásokban. Nem házasodhattak, nem lehetett gyerekük, viszont üzleti és gazdasági tevékenységet folytathattak. Vagyonuk haláluk után visszaszállt a családra, ha csak nem úgy adta az apa hozományszerű induló ajándékot, hogy a szöveg szerint annak adhatja, aki a szívének kedves. Ez egy másik fiatalabb nadítum lehetett, akivel egyfajta eltartási szerződést kötöttek vagyon fejében. Minden jelentősebb családban nadítumok voltak generációnként, akár több is, akik az istenség és a család közötti kapcsolatot megteremtették. Ma magas presztízst jelzi, hogy királylányok is voltak köztük. Itt egy általam rekonstruált családfa látható, 8 generáció és 250 év a pirossal kiemelt nadítumokkal. Azért van ennyi adatunk róla, mert nagyon sok szöveg tőlük származik. Üzleti tevékenységeikről jó képet ad, és most kiválasztottam egy szereplőt, ehhez a családhoz tartozó Béleszunu szövegei, amelyek csak töredék részei lehetnek az eredeti állományra. Itt láthatunk mindenfajta vásárlásokat, rabszolgavásárlásoktól kezdve különböző földvásárlásokat.
Sajnos a gagum régészetileg nem ismert, egy feltételezett ide tartozó házról tudunk, Naruptun házáról, de sajnos rossz minőségű régi ásatáson tárták fel, így a részletekről nem tudunk sokat. Kérdés, hogy tulajdonosa együtt lakott-e itt, férfi rabszolgák biztosan nem jöhettek ide be, ők csak üzleti befektetések lehettek, esetleg rabszolgő társaságában, vagy más nagyitumokkal együtt élhetett itt ebben a viszonylag nagyméretű házban. A háztartásig eddig nem tárgyalt tagjai voltak a halottak. Mezopotámia általános szokás volt a házon belüli temetkezés, az óbemi korban ennek legfontosabb helyszíne a belső intim zóna, azon belül is a nagy terem volt. Sokszor az ősök áldozat való ellátásának régészetileg jól látható nyomaival, így például füstölőkéménnyel vagy áldozati padokkal. Tudjuk, hogy itt folytak az úgynevezett kispur rituálék, amelyek során a kiválasztott ősök rendszeres ételáldozatokat kaptak. A képen egy szövegből rekonstruált családfa Sinnászir őseivel, akiknek áldozatot mutatott be, itt is jól látszik, hogy kiválasztottak voltak az ősök, nem mindenki kapott áldozatot, hanem bizonyos lényeges szereplők, és a naditumok is megjelennek ezekben az áldozati listákban. Ugyanakkor zavarba ejtő, hogy sok munkatérségben így az udvarok vagy a konyha padozató alól is előkerülnek sírok, ugye ez az előző képen látható, ez a konyha helyiség a jobb alsó sarokban. Tehát sok munkatérségben, így udvarok vagy konyha padozata alól is előkerülnek, sőt, még a latrinákban is. Emellett a sírformák igen változatosak, akár csak a felnőtt sírok esetében. Kérdés, hogy mi lehetett ennek az oka? Egy közösen megfogalmazott munkahipotézisként Kersánszki Kamilla friss szaktogozatában abból indult ki, hogy a család felnőtt tagjait a családi sírboltba, többieket pedig a saját korábbi életük életterébe helyezték. Úrváros, itt van néhány temetkezés az újasztírkorból is, a Úrváros óbabiloni sírjainak elemzése nem igazolta be ezeket a feltételezéseket, talán azért, mert a családi sírboltok azok általában kirabolt, szinte minden esetben kiraboltak, így azokat a fajta gazdasági különbségeket nem lehetett érzékelni, melyet talán feltételezhetnénk. Így ma még rejtély ez a sokszínűség, de a háztartások elemzésének később mégis egyik kulcsa lehet, amennyiben lehetővé válik egy-egy lakóház temetkezéseinek részletes bioarcheológiai vizsgálata. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm Kalla professzor hihetetlen színes előadását, legalábbis számomra az volt, és azt hiszem, hogy a más régiók őskori kutatásában dolgozó kollégák csak sejthetik, csak el tudják képzelni, vagy valamelyest rekonstruálhatják, vagy rekonstrukciókra gondolhatnak mindarról, amit ő be tudott mutatni. Ami a gondolkodásomat különösen megragadta, az az ajtók jelenléte, kialakítása Krisztus előtt 17. században. Az emberi individuum fejlődésének egy nagyon-nagyon fontos jellemzőjét gondolom annak, hogy elzárkózik valaki, akárha csak, ha nem is auditív, hallható módon, de látható módon elzárkózik a többitől. Ez azt hiszem, hogy egy érdekes kultúrtörténeti fejlődése lehet az emberi pszichikumnak. Utána fogok majd kérdezni a kollégáknál. Köszönöm a délelőtti ülésszak előadóinak, hogy jól betartották a rendelkezésükre bocsátott időt, és most akkor kérem, hogy függesszük föl a mostani ülésünket. Köszönöm a figyelmüket, minden jót kívánok!